Dikmá Tibisót látjuk. A mai vendégünk két értelmi fogyatékos és érzelmileg sérült ember. Megpróbáljuk kibékíteni őket. Ez a két szimpatikus fiatalember mögöttem, ők a testőrök. Bármi probléma lesz, akkor ők szakszerűen kezelni tudják a dolgokat. Akkor hívom a vendégeinket. Jöjjenek be! Ide legyenek szívesek lejönni. Kedves Pisti és kedves Jana. Mi a probléma? Janival kérdeztem. Jani, jó vagy. Semmi gond. Mi a probléma? Meséljék el. Megint a boromat. Teljétem meg az enyémet. Hogyan? Mi történt? Én leszületeltem, ő meg megitt az én boromat. Ja, az én kertem, de születeled az én boromat, ugye? Nem, fordítok. Na, hamar ott lesz Kifizetőről 500 liter, te állat. De most mi történik? Megitt a boromat, az akar. Milyen bort? Amit leszületeltem. Pont én születeltem, és ő itt a meg. Picsú. Nem születeltél semmit? Mert te béna vagy. Nem. Te elkapás se tudsz rendesen látni. Nem. Beszéltem, hogy a kecskegazdaságban nem beszélsz mi. Az idegesi kecske van, azt mondtam, hogy mindig. De őrizzék meg a hitelkérünket, jó? Most csak megbeszéljük a dolgokat. Nem kell. Azt mondtad, hogy vele vagyok? Nem én voltam. Testőrök homokos. Mind. Nem vagyok homokos, van egy film. Pityu. De hát az én tudod, ezért. Először az olyan teszem. Hogy jöjjenek be a rokonok! Ez egy idő, hogy csinálja az én kertben valami, és azért meg mindent el. Gyerek, mi? Mi a bajod te? Hát mi? Mi a bajod nekem? Mi? Nagyon bajod! Az egyik még mozog. Hát egy picit elfajultak a dolgok, de azt hiszem megállapodtak és kibékültek egymással a felek, úgyhogy egy nagyon sikeres műsor volt. Tartsanak velünk legközelebb is. Mentők! Mikány!